Megújult a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás Ellenőrző Bizottsága. Tavaly a társulás tagtelepüléseinek köre bővült, így a bizottság létszáma is nőtt, továbbá tisztújítás történt, amelyen Fülöp Jánost, vad polgármesterét választották meg elnöküknek. A bizottság elfogadta szervezet és működési szabályzatát, majd megbeszélték idei munkatervüket. Megújítottuk a létszámot, hiszen új települések és új polgármesterek kerültek a, a testületbe. Fontosnak tartottuk, hogy tehát elkötelezett emberek kerüljenek a, a bizottságba, és én minden polgármestert megkértem, hogy az úgynevezett véleményvezérek közül válasszanak a, az ellenőrző bizottságba tagokat, akik a településükön megfelelő tájékoztatást tudnak adni a lakosságnak. Az ellenőrző bizottság látogatása során a négyes blokk vezénylőjét, a turbinagépházat, a reaktorcsarnokat és a karbantartó gyakorló központot tekintette meg. A továbbiakban rendszeresen ellenőrzik majd nem csak a paksi atomerőművet, hanem a radioaktív hulladék kezelése és tárolása kapcsán érintett létesítményeket is. 2020-ban egy nemzetközi vizsgálatba is bekapcsolódnának és betekintenének a vanó vizsgálók munkájába.